Nem félek senkitől, uram. Tényleg. Én nem vagyok egy ijedős fiú. Én nagyon aggódom, értetek, Máté, tényleg nagyon aggódom az egészségetekért. Tavaly december 8-án hatalmas patáliát csapott az ellenzék a parlamentben. Azt remélték, így megakadályozhatják a rabszolgatörvény és a fideszes különbíróságokról szóló törvény elfogadását. Van bőr a képükön. Úgy beszélgetnek tovább. Az akció ellenére a fideszesek mindent megszavaztak, Kövér László pedig egy havi fizetés megvonással büntetett 36 ellenzéki képviselőt. Kérem, most szavazzanak. Ma pedig az országgyűlés egyenként szavazott a büntetésekről. Miért szavazta meg az ellenzéki képviselőknek a büntetését? Azért, mert vétettek a szabályának a megfelelő paragrafusával szemben. Hogy miért szavazták meg az ellenzéki képviselőknek a büntetését? Leginkább azért, mert amiért önök is látták, hogy hogyan viselkedtek azon az ülésen. És az arányban volt? Ön félelmet érzett a teremben, amikor ezek történtek, ezek az események? Nem volt a teremben. A magyar parlamentarizmus történetében a rendszerváltás óta nem volt erre példa, hogy fizikai erőszakkal akarják megakadályozni, hogy például 100 000 forintos gyermekek otthongondozási díját vezessünk be. Reméljük, hogy ilyen eset máskor nem fog előfordulni. Önt bántalmazták fizikailag? Ön félt? Nézze, ijesztő volt, amikor én ültök a képviselőtársaink a túloldalról, és szóval nem tudjuk komolyan venni. Számítani lehetett rá, tökéletesen követhető, hogy mi történik, és előre megjósolható, hogy a fideszesek gond nélkül megszavaznak minden nonszenszet. Tehát leírják egy papírra, hogy erőszakot követtünk el azzal, hogy egy helyben álltunk. Megérdemelték? Hát mindenki döntse el, nézze vissza a felvételeket, amiket karácsony előtti utolsó ülésen látni lehetett. Ön félt az ülésteremben? Úgy gondolja, hogy ez egy olyan akció volt, ami félelemkeltő volt? Hát én nem vagyok egy félős fajta. De félelemkeltő volt az akció? Megérdemelték ezt nem a... Nem tudom másokat megítélni. Én de hát nem megszavazta, félt, hogy nem tudja megítélni. Mint a hölgyek. Félt az ülésteremben? Nem féltem, de volt egy pillanat, amikor nagyon közel volt, hogy elpattanjon a helyzet. Amikor... Ez mit? Üt valaki? Üt, megüt valaki? Hát már a két lelkes hölgy, amikor egy képviselőt lögdösött, akkor ott közel volt a... Két hölgy? Olyan két... félelemkeltő volt? Nem voltak félelemkeltők, de közel volt a indulatok elszabadulása. Aki látta, az feltétlenül egyetért azzal, hogy én nem vagyok egy ijedős fiú, de ez nem abban a teremben való. Kitől félt a legjobban az ellenzéki képviselők közül? Én nem félek senkitől, uram. Tényleg. Elmondtam önnek az előbb is. Ez nem a parlamenti ülésteremben való viselkedés. Felháborító, egy fideszes képviselőnek meg szerintem rendkívül kínos, hogy ugyancsak választópolgárokat képviselőt megbüntetni. Szóval ehhez nyomni egy szavazógombot. Szerintem ez rendkívül kellemetlen. A büntetés előtt sem szerettem őket. Én továbbra is azt gondolom, hogy ezek az emberek hazárulók, akik a nemzet ellen cselekszenek, a párthoz hűségesek, az emberekhez viszont nem. Arányos volt ez a büntetés, ön szerint? Vélhetően igen. Ön félt a teremben? Más parlamentekben 6 havi, meg 1 éves elvonások vannak ilyen cselekményekért, akkor szerintem nagyon is arányos. Akkor azt is megérdemelték volna ezek szerint, ön szerint? Szerintem igen. 6 havit, vagy az 1 évit? Bármelyiket, uram. Tehát akár 1 évi fizetés megvonást is. Így nem lehet viselkedni egy parlamentben. Tehát akár 1 évi fizetés megvonást is jónak látott volna. Te hallott ezeket a számokat? Már milyen számokat? Ezek az emberek ilyen pénzeket keresnek egy hónapban azért, hogy itt viselkedtek. Zolikám, elmegy a járat. Gyere, barátod. Minden jót.